köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, hogy átadjak néhány üzenetet, melyet a Szent Háromságtól kaptam az idei év folyamán. Ezeket frissiben le is jegyeztem, és most ezeket szeretném felolvasni önöknek. Rögtön bele is vágnék. Jézus üzenetével szeretném kezdeni. Nem egészen egy hónappal ezelőtt arra kért engem, hogy szóljak a népéhez. Természetesen mindenki szívében ott lakozik, és próbál segíteni mindenkinek. A mi népünkhöz azonban ennél több kapcsolat fűzi. Aki még nem tudja, ez nézzen utána, a többiek értik, miről beszélek. Tehát a következő üzenetet kaptam tőle. Mutatta népünket, ahogy térdelnek, guggolnak a porban. Körülöttük kisebb tárgyak voltak a levegőben, lebegtek, és elkezdtek elúszni az emberektől. Az emberek próbáltak utánul nyúlni, és megtartani azt a kicsit, amiük még van, de lassan minden elúszott. Majd igen. Szomorúnak és reményvesztettnek láttam őket. Ruhájuk poros volt, tekintetüket a földre szegezték. Ekkor Jézus így szólt hozzám. Nézd a népem! Nem erre lettek teremtve. Ők az ég népe, nem a poré. Fel kell emelniük a tekintetüket az égre. Szólj hozzájuk, mondd el nekik. Álljanak be vezetésem alá. Engedjék be szeretetemet a szívükbe, hogy felemelhessem őket. És a következő képen láttam a népet tiszta ruhában egyenesen állni, felsorakozva Jézus mögött, és arcukon már nem volt nyoma a szükségnek, reménytelenségnek. Kaptam Jézustól egy tanítást, amit szeretnék megosztani, mert életünk és a világ jobb áttételéhez ennek ismerete elengedhetetlen. Jézus egy sebesen száguldó folyóhoz vezetett. Megkért, hogy nézzek bele és mondjam el, mit látok. Magamat, de eltorzítva. A folyó eltorzítja az arcomat. Válaszoltam. Azt mondta, a folyó az elmét szimbolizálja. Az elme eltorzítja igazi énünket, és ha nem vigyázunk, elsodor. Ezután egy tóhoz vitt. Ebbe is belenéztem, itt szép volt a tükörképem, semmi sem zavarta. Ekkor azt mondta, a tó a középpontunkat szimbolizálja. Mindig maradj a középpontodban, nehogy az elme elsodorjon. Legyél olyan, mint a tó. Néha beledobnak valamit, de a tó nyugodt marad. A gyűrűzés így hamar elül, s ő ugyanolyan békés, mint előtte volt. Ha fel is kavarják a vizét, ő megérzi nyugalmát, így az iszap leülepszik, s vize tiszta marad. Légy te is olyan békés, mint a tó. Maradj a középpontodban. Még egyszer kiemelném ennek a tanításnak a lényegét. Az elme eltorzítja igaz énünket. Ne hagyjuk, hogy elménk elsodorjon minket, őrizzük meg nyugalmunkat, maradjunk a középpontunkban. Én még annyit tennék hozzá magam tapasztalatai és tudásom alapján, hogyha életünk irányítását el szeretnénk nyerni és fejlődni szeretnénk, nagyon fontos, hogy minél többet megtudjuk elménk működéséről. Ahogy az is, hogy felismerjük, hogy elménk nem azonos önvalónkkal, mely örökkévaló, és lényegesen más szemszögből nézi a dolgokat. Ne azonosuljunk vele. Isten anyáról szeretnék beszélni pár szót. Nagyon igyekeztek kiradírozni őt az emberek emlékezetéből, felborítva ezzel is az energiák egyensúlyát bolygónkban. De tudni kell, hogy hatalmas energiát képviselő.
mindannyiunk édesanyja. Hoztam egy üzenetet tőle, melyet nemrég a könyvem írása közben kaptam továbbadásra. Szerető gyermekeim! Sajnos már sokan elfeledkeztetek róla, de én nem felejtettelek el titeket. Továbbra is óvlak, vigyázzak benneteket. Forduljatok vissza hozzám, hogy szeretetem elérjen hozzátok, s felmelegítse szíveteket. Üdvözöl szerető anyátok! Egy alkalommal, mikor kapcsolatba léptem a Teremtővel, egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmemet. Ezt szeretném továbbadni, mert kulcs szerepe van jövőnk alakításában. Így szólt. A részei vagyunk. Mikor lejövünk a földre, magunkra veszünk olyan dolgokat, amik nem hozzánk tartoznak. Ezektől meg kell szabadulnunk, hogy újra csak isteni mi voltunk, önvalónk legyünk. Mint egy önismereti tréning. Ismerd meg mindazt, ami nem vagy, hogy tisztában legyél azzal, aki valójában vagy. Fontos, hogy közösségben, csoportosan teremtsünk. Most nagy a káosz a világban, mert mindenki össze-vissza teremtget, sokan nem is tudják. Ezt úgy lehet megszüntetni, ha egységben, közösen, közöset teremtünk. Kezdj el gyakorolni, kezd kicsiben. Számomra a javaslata az volt, hogy a párommal kezdjem. Én pedig azt tanácsolom, hogy olyannal kezdjük ezt a gyakorlatot, akivel megegyeznek a nézeteink ezen a téren, és jól tudunk együttműködni. Lehet ez akár a párunk, barátunk, családtagunk, vagy valaki más, akár többen is. A Teremtő üzenetének kapcsán szeretném megosztani az emberi teremtés három törvényét, melyet szintén az égiektől kaptam könyvem írása kezdetén. Ezek így hangzanak. Teremtés első törvénye. Jól válogasd meg gondolataidat, mert gondolataid teremtik a valóságot. Teremtés második törvénye. Gondolataidat támogasd meg érzésekkel. Teremtés harmadik törvénye. Cselekedj. Szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni ehhez. Először is nagyon fontos, hogy alakítsunk ki pozitív szemléletmódot. Tisztítsuk meg és tartsuk tisztán gondolatainkat és érzéseinket. Arra kell törekednünk, hogy gondolataink és érzéseink egységet alkossanak, egységes pozitív energiát képviseljenek. Össze kell őket rendezni. Mindig vizsgáljuk meg motivációnkat. Cselekedjünk szeretetből és tiszta szándékkal. Igaz ugyan, hogy a szabad akarat bolygóján élünk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az univerzum törvényei, mint például a vonzás törvénye és az okokozat törvénye, ugyanúgy működnek. A jót és a rosszat, amit adunk, bár sok esetben nem attól kapjuk vissza, akinek azt adtuk, de mindig visszakapjuk. A teremtmény visszatér teremtőjéhez, épp úgy kicsiben, ahogy nagyban. Nekünk kell lebontanunk azt az energiát, amit mi teremtettünk meg. Ariel arkangyal Isten törvényeiről tanított egyik nap. Tanítása röviden így szólt. Az igazság szent és sérthetetlen. Nem lehet elfedni. Idő nem fakíthatja, tér nem torzíthatja. Isten igazsága szent. Aki az igazság ellen vét, az Isten ellen vét. Az élet szent és sérthetetlen. Aki az élet ellen vét, Isten ellen vét. Rafael arkangyal üzenetét szeretném megosztani, mely a gyógyító meditációról szólt a Földért. Csak említéskép, hogy miről is van szó. Az én feladataimról és vállalásaimról beszélgettem vele, amikor is ő elmondta, hogy közösségeknek kellene közös meditációkat szerveznem, ahol a Földet gyógyítanánk. Most ezzel még nem kezdtem el foglalkozni, mivel igen rövid ideje kaptam. De szeretném megosztani, hát ha mások már, igen.
Tehát az ő útmutatása ezzel kapcsolatban így hangzik. A közös gyógyító meditációk során mindig azt képzeljétek el, hogy milyennek szeretnétek látni a bolygót, negatívat soha. Lássátok a bolygótokat, ahogy fénytől ragyog az univerzumban. Lássátok, ahogy egyre magasabb dimenziókba emelkedik, s a fény bolygójává válik. Lejött nekem egy rendszer tavaly májusban, egészen pontosan május 4-én, hogy mégis mifelé kéne törekedni. Ebből szeretnék megosztani néhány gondolatot. Szakrális vezetést láttam a jövőre vonatkozóan, melyben két vezetője van a népnek, egy férfi és egy nő. Fontos, hogy mind a két nem képviselve legyen a vezetésben, az energiák egyensúlya érdekében. Nem láttam semmiféle rokoni kapcsolatot kettejük között. Mellettük láttam továbbá egy tanácsot, amiben szintén férfiak és nők vegyesen voltak jelen. Mikor a számukra kérdeztem, 24-et kaptam válaszul. A vezetők és a tanács tagjai is a spirituálisan fejlett emberek közül kerülnek kiválasztásra, de nem más emberek által, hanem ennek felülről kell jönnie Isten szándéka szerint. Ezeknek a személyeknek a fentről jövő isteni útmutatás alapján kell irányítaniuk, a fényt szolgálva, földanya jólétét is szem előtt tartva. Nagyon fontos, hogy tanítsuk a gyerekeket a spiritualitásról elméletben és gyakorlatban egyaránt. A cél az, hogy mindenki kialakítsa a kapcsolatot a fénnyel, az égiekkel, a teremtővel. Ez azért is fontos, hogy mindenki képes legyen hozzájutni az információkhoz, így módon is kizárva egy diktatórikus rendszer létrejöttét. Tehát az embereknek szintén tudniuk kell, hogy mik a feladatok, mit kell megvalósítani, mind egyéni, mind csoportos szinten, de nem csak a szakrális vezetőktől kell ehhez az információhoz hozzájutniuk, hanem önállóan az égiekkel való kapcsolattartás útján. Az emberekkel azt is meg kell értetni, hogy miért vagyunk itt a Földön, és az egységet, a spirituális értelemben vett egységet, és hogy mindannyian kivétel nélkül a fényt szolgáljuk, nem csak a vezetők, hanem minden egyes ember. És az a cél, hogy úgy működjünk, mint például az emberi szervezet, hogy minden sejtje egyenértékű, és mind tudja, hogy mi a dolga, és egységet alkotnak. Nem csak itt a Földön egymással és a Földdel és a Földön élőkkel kell ezt az egységet és együttműködést megvalósítanunk, hanem az egész világegyetemmel. Pénzre nem lesz szükség ebben a rendszerben, mert teljesen elveszti az értékét. Más fogja az értéket jelenteni. Nem csereberélni fogják a dolgokat, hanem adni és kapni közös cél érdekében, összefogva, együtt dolgozva, egymást segítve. Egy megjegyzést szeretnék ide fűzni a női és férfi nemmel, illetve energiákkal kapcsolatban, mivel ebből a fentől érkezett iránymutatásból is kiderül, hogy a két nemnek egyenlően képviselve kell lennie. És elérkeztek hozzám olyan hírek, hogy vannak, akik ezt nem így látják. A női és férfi nemek egyenlők. Mindkettőnek megvannak a maga sajátosságai, és ebből fakadóan feladatai is. De egyiket sem emelhetjük a másik fölé. A történelem során sok sérülés érte mindkét nemet a másik részről, de ezen felül kell emelkedni. Helyre kell állítani a női és férfi energiák egyensúlyát. Először is egyensúlyozzuk ki ezen energiákat önmagunkban. Igenis legyünk vele tisztában, hogy mindkét energiaminőség jelen van bennünk, ahogy a teremtőben is, és fogadjuk el. Aki hisz a reinkarnációban, annak azzal is tisztában kell lennie, hogy mind éltünk már életet férfi és női szerepben egyaránt. Át kell látni,
hogy szándékosan osztottak meg minket az idő folyamán ettől eltérő nézetekkel. Érjen véget a nemek harca. Tiszteljük és szeressük egymást. Tanuljuk meg értékelni egymás pozitív vonásait, és elfogadni és segíteni átalakítani a negatívat. Így fejlődhetünk egymás által, és a világ általunk. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet az égiekkel való kapcsolatfelvétel fontosságára. Aki még nem tette meg az első lépéseket, az bizony kezdje el. Tessék megnyitni a csatornákat a Teremtő felé, a Szent Háromság felé, az angyalok felé, mert ezek a tiszta források, innen kapunk tiszta információt teendőinkről. Tanácsot, segítséget, tanítást és útmutatást adnak, ha kérjük. Ha az igazságot akarjuk tudni, kérdezzük őket. Ha bizonytalanok vagyunk valamiben, nyugodtan forduljunk hozzájuk. A másik dolog, ami szintén nagyon fontos, hogy megtanuljuk lecsendesíteni elménket. Tanuljuk megkontrollálni gondolatainkat, hogy ne teremtsünk olyat az életünkbe, amit nem kívánunk megtapasztalni. Kiemelem azt is, hogy kezdjük el tanítani a gyerekeket létünk és lényünk valódi működésére, a spiritualitásra, a teremtésre. Segítsünk nekik nyitni a nagy szemmel láthatatlan, való világ felé. Kérek mindenkit, hogy hagyjon fel az ítélkezéssel. Szeretettel, megbocsátással, elfogadással forduljon saját maga és mások felé is. Nyissunk egymás felé, segítsünk egymásnak a fejlődésben. Tanuljunk meg szeretettel együttműködni, hisz egységben az erő. Pár gondolatot szeretnék megosztani a hősökkel kapcsolatban. Világunk megmentése rajtunk múlik. Nem kívülről kell várni a hőst, aki majd megmenti a világot, hanem nekünk kell azzá válnunk. Hogy magyarázzam el, mit is értek ez alatt? Számomra a hős az, aki félelmei felül emelkedve felmeri vállalni önmagát, meri vállalni a teljes felelősséget életéért, cselekedeteiért, gondolataiért és érzéseiért, aki képes szembenézni a hibáival és túllépni rajtuk saját fejlődése által, és kiáll az igazságért és mindazért, amiben hisz. Érzi és felismeri felelősségét a világ alakulásában. Tisztában van az élet szentségével, és ennek tudatában cselekszik a szeretet jegyében. Ilyen hősökre van szüksége a világnak. És a helyzet az, hogy a világ tele van vele, csak mi nem vagyunk ennek tudatában. Ébredjünk végre fel! Nem vagytok egyedül, nem vagytok magatokra hagyva, soha nem is voltatok. Mindenetek megvan, ami ehhez szükséges. Itt és most, a jelenben. Vegyétek észre, hogy ti vagytok a hősök, akikre a világnak szüksége van. Ne másba keressétek a megoldást, mert az ott van bennetek. Köszönöm, hogy itt lehettem, és mindezt megoszthattam önökkel. Ha esetleg van valami kérdés hozzám, a szervezőknél találnak elérhetőséget. És most átadom a szót az utána következőnek. Szép napot!